Ismét itt vagytok Pécsen, mennyire szerettek ide járni, hiszen lassan már azt lehet mondani, hogy haza érkeztek ide. Pontosan ahogy mondod, annyira szeretünk ide járni, mint hogyha hazamennénk. Köszönjük nagyon szépen az Alán barátunknak, aki például ezt a mai koncertet is elég tisztességesen megszervezte. Meg köszönjük a pécsi hálás közönségnek. Turnén vagytok egyébként, országos turnén? Úgy is mondhatnánk. Most indul a nyári turné, és hát ez a pécsi helyszín a második helyszín konkrétan. A többin kívül. Tehát én úgy veszem, hogy a múlt héten volt egy komárnói koncert, és akkor azzal indul a idei nyarunk. Ez a második helyszín, igen. És összesen hány helyszín lesz? Jelen pillanatban olyan 50 és 60 között levő koncertek vannak lekötve, de Masszi barátunk még szervezi az év végét is, úgyhogy ez igazából a nyárra szól, szeptember elejéig, szeptember közepéig van ez az 50-60, és aztán az év végét még megspékeljük egy nagy csomó különböző bulival, és Budapesten lesz egy nagy karácsonyi évvégi hooligans buli, teljesen mindegy mi a neve, az pedig december 27-én lesz a Szimacsarnokba, úgyhogy majd azzal zárjuk az évet, de hát ezért annyira nem menjünk előre, addig még jön egy nagy lemez, tizedik nagy lemezünk fog megjelenni a nyár közepén, vagy a nyáron valamikor, jön a Hooligans könyv októberben, és közben viszont a hatalmas koncertek, remélem, hogy még jobban megfűszerezik az életünket. Nem ránk. Koncert után egyébként maradtok, vagy ilyenkor rögtön rohanás van a következő helyszínen, következő városban? Hát mivel nincs következő helyszín mai nap már, úgyhogy nyugodtan, tehát nem rohanok szerintem, a társaság nagyobb része még marad, és hát ők még úgy kényeztetik magukat a csinos pécsi hölgyekkel. Kedvenc helyetek egyébként van, mert pár éve azt hiszem a Trafikba találkoztunk aztán a koncert után, ha jól emlékszem. Na mi arra már nem emlékszünk. Úgyhogy biztos van, de igazából a koncert helyszín, ahol játszunk, az a kedvenc hely, utána meg a belső valahol az is nagyon oké, de az már... Mindig az aktuális más helyszín a kedvenc. Nem, ez... Elképzelhető, hogy a pécsi közönség még találkozik veletek esetleg egy nyári fesztivál vagy bármi kapcsán? Hát én csak remélni tudom, rajtunk nem múlik.